Sziasztok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. Megnéztem a Ted Lasso második évadját, ugye volt arról is videóm az első évadról, úgyhogy eldöntöttem, hogy akkor a második évadról is készítek nektek egy videót, csak hogy megint kimutassam azt a szót, hogy videó. Ugye az első évad nagyon sikeres volt Amerikában, de gyakorlatilag majdnem az összes szakmai díjat begyűjtötte. És már akkor mondták egyébként, hogy lesz második, meg harmadik évad is. Na most a második évadot azt végignéztem, és úgy voltam vele, hogy ezt végig kell nézni ahhoz, hogy igazán véleményt tudjak róla formálni. Tehát ez már a másik rész után látszódott, hogy nagyon komoly, nagyon mély témákat feszeget ez a sorozat ebben az évadban. Egy kicsit állítok a kamerán. Bár most így nem jó. Mindegy, jó lesz így, tehát mindegy. Szóval, a második évad nagyon komoly témákat feszeget, olyan témákat, mint például akár a halál, a szerelem, a árulás, szorongás. Nagyjából minden részben mást kapunk, és ez szerintem baromi jó, mert nagyon jól játszik ezekkel a dolgokkal a sorozat. És amit viszont sajnálok, hogy háttérbe szorul a futball, de hogyha ezen túl tudsz lépni, akkor nagyon tudod élvezni ezt a második évadot, mert ezzel nagyon beletrafáltak. Az első évad ugye nagyjából a labdarúgásról szólt, még úgy ismerkedett mindenki a szereplőkkel, maga Ted Lasso is egyébként ismerkedett a munkakörével, mondjuk úgy, és erre ment rá ugye az első évad, és a második évadban meg ez szerintem egy nagyon nagy előrelépés, mert hát ugye azért tudjuk nagyon jó, hogy egy sorozat, hogyha főleg, hogyha nagyon sikeres, azért a második évadot elcseszni nem olyan nehéz. Viszont baromi nehéz az, hogy ugyanolyan minőséget hozzál, vagy ha nem is, tehát vagy még jobb minőséget hozzál, mint amilyen az első évad volt, és itt úgy gondolom, hogy mást kapunk, mint amit esetleg úgy várnánk, de jobbat. És a harmadik évad, ahogyan így legalábbis az utolsó rész, az szerintem mindent vitt, mert és ez tetszett amúgy az első évadban is, hogy lezárja azokat a dolgokat, amik abban az évadban főbb történetszálak voltak, még akár a mellékszálakat is nagyjából lezárja, ami ugye nagyon sok sorozatra nem jellemző, mert vannak olyanok, akik évadokon keresztül húznak egy szálat, és akkor utána azt lezárják, és akkor utána az utolsó évadot, például az HBO sorozatoknál így szokott eldurvulni, nem ezt a szót akartam használni, hanem hogy elkurvulni az utolsó évadra a sorozat. Itt viszont lezárja a szálakat, és már most látszik az, hogy nagyjából megint a labdarúgás környéke lesz, vagy a labdarúgás lesz az, ami mozgatja az évadot, a harmadik évadot, és szerintem ez egy tök jó dolog, és erre szükség van, mert lesznek benne olyan dolgok, mert nagyon sok mindenre már most választ kaptunk a harmadik évaddal kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy a harmadik évadban egy ilyen macska-egér harcot fogunk látni, ilyen fogócskázást fogunk látni. Ebbe inkább nem mennék bele, mert biztos van olyan, aki még nem látta a második évadot. Aki meg látta, azt szerintem tudja, hogy mire gondolok. A harmadik évadban szerintem nagyon sok lesz ez a furkálódás. Kicsit olyasmi lesz, mint a Barátok közt, de ez nem baj, ez igenis kell, szerintem. Aminek örülök, hogy a Dokinak a karaktere, ő ugye a másik évadban volt most csak benne, az elsőben nem, hogy az ő karaktere el is tűnik a sorozatból, legalábbis nagyon valószínű, hogy el fog tűnni, és nem fogják visszahozni, mert nekem annyira nem volt szimpatikus az ő karakterfejlődése az, amit úgy nem tudok hova tenni. Tehát van egy pszichológus, aki profi a szakmájában, nem tudjuk meg, hogy mitől annyira profi a szakmájában, mert ennyire nem enged betekintést, de nagyon ott van a szeren. És hogy hogyan lesz belőle egy ilyen, egy ilyen szerethető, kedvelhető figura, de én pont azt várnám, hogy legyen egy igazi rohadék annál a csapatnál, aki tehát egy kicsit így egyensúlyozza ezt a nagy családi légkört.
Na ugye nagyjából a másik évadban már ez van, hogy egy csapattá formálódtak. Az első néhány rész nagyjából erről szól, hogy hogyan formálódtak egy csapattá, és hogy hogyan küzdenek egymásért, hogyan segítik egymást. Itt ilyen szempontból is, vagy ezzel kapcsolatban is lesznek egyébként elég komoly fordulatok. Lesznek nagyon komoly fordulatok majd a második évadban. Nézzétek meg, Ted Lasso. Én azoknak is tudnám ajánlani az első évadot is, de a másikat meg főleg azoknak, akik amúgy a focit úgy nem szeretik. A foci az ebben az évadban másodállásban van. Úgyhogy nézzétek meg, köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, vigyázzatok magatokra, sziasztok!